felajánlaná egyik szemét Gabriellának a testvére, a megvakított kemecsei nő kamerák előtt mondta el, mi történt a tragikus estén. A 22 éves lakatos Gabriellát puszta kézzel vakította meg volt barátja február elején. A nő most a Fókusznak őszintén elmesélte, hogy mi vezethetett a szörnyű tragédiához és mi történt pontosan azon a szörnyű napon. Hoppá, ezt akarja Rubint Rékától Emilio, vajon mit szól ehhez Tina? A Fókusz riportjából kiderül, hogy Gabriella a Facebookon ismerte meg a férfit, és kapcsolatuk az első 3-4 hónapban jól működött. Nem sokkal később azonban hirtelen pokollá változott az élete. Folyamatosan terrorban tartotta a férfi, kínoszta és fenyegette. És bár a fiatal édesanyja többször is jelentette ezt a rendőrségnek, érdemi változás nem történt. Gabriella élete egy szombati napon változott meg örökre, amikor exe megjelent a házuknál és nem tágított onnan. Hirtelen a semmiből elkapta a nyakamat, elkezdett vinni. Alig volt már hang a torkomban. Egyet tudtam kiabálni, és valahogy kicsúsztam a két keze közül, hogy Roli segíts. De azt már nem hallotta senki, mondta a nő a Fókusz riporterének. Kapcsolódó, fájdalmas volt felidézni a borzalmakat, támadójának tárgyalása után a megvakított Gabriellát faggatták a rendőrök. A kemecsei nő a saját lábán ment be az ügyeletre, látását azonban sajnos már nem tudták megmenteni. Gabriella családja azonban nem adja fel, minden segítségre számítanak. Testvére, Robert még saját szemét is képes lenne felajánlani csak azért, hogy Gabica újra lásson. Bármit megteszek. Ha arra van szükség, hogy a szemeimet odaadjam, egyet tudok kölcsönözni, mert nekem is van 4 gyermekem, akiket látni akarok felnőni. De odaadom az egyik szememet, hogy láthasson, mondta könnyek között. Azt szeretnénk, ha Gabica újra látna. Jelenleg szüksége van akadálymentesített lakásra. Esztétikai beavatkozásokra. Jelenleg készül számára egy műszem. Tette hozzá a Fókusznak.